Fox felvásárlásával nem csak az X-Men franchise tért végre haza, hanem rengeteg további jog is a Disney kezébe került, ezeknek pedig nem csak a moziba járók örülhetnek. Összegyűjtöttük azokat a címeket, amelyeket szívesen látnánk videójátékos formában úgy, hogy egy nagy stúdió dolgozik rajtuk, és a Disney nem sajnálja a pénzt a fejlesztésre. Az ördögűző. William Peter Blatty horror regények közel 50 évvel ezelőtt, 1971-ben jelent meg, a nagyközönséggel azonban elsősorban a könyv alapján készült film ismertette meg a történetet. Az ördögűző volt az első horrorfilm, amit Oscar gálán díjra jelöltek legjobb film kategóriában, és bár a szobrot nem kapta meg, 10 jelölésből így is sikerült 2-t behúznia. A hatalmas siker után nem csoda, hogy bővült a franchise, egy regény, 4 film és egy színdarab boncolgatta tovább a történetet, amelyben két pap veszi fel a harcot egy démonnal, aki egy kisváros lakóinak életét próbálja meg megkeseríteni. 2016-ban a Fox saját sorozatot is indított ezen a címen, és bár a széria jó értékeléseket kapott, nem büszkélkedhetett hatalmas rajongótáborral, így nem sokkal azután, hogy belengedték a Disney-féle felvásárlást, az egész projektet elkaszálták. A sorozat forgatókönyvét egyébként ugyanaz a Jeremy Slater írta, aki a 2015-ös Fantasztikus 4-est is jegyzi, és aki most abban reménykedik, hogy a Disney-nél igényt tartanak majd a szolgálataira. Videójátékos fronton már korán sem örvend ekkora népszerűségnek a franchise. Egészen 2017-ig kellett várni az első hivatalos játékra, ami egy PC-s virtuális valóság cím volt, The Exorcist Legion VR címen. Rövid, de annál félelmetesebb epizódokkal operáló VR élményt szerették ugyan a rajongók, de nyilván nem emiatt lesz mainstream az ördögűzés. Az elmúlt években nagyot mentek a horrorjátékok, gondoljunk csak a Resident Evil 7-re, a The Evil Within 2-re vagy épp az Outlast második részére. Ha sikerülne összehozni egy minőségi horrorjátékot, melynek középpontjában egy démoni megszállás és különböző természet feletti erők állnak, arra bizonyára harapnának a műfaj rajongói. A majmok bolygója. Még az ördögűzőnél is tartalmasabb múltra tekint vissza a Majmok bolygója franchise, ami az Andy Serkis főszereplésével készülő rebootnak hála ismét életre kapott. Az első Planet of the Apes filmet még 1968-ban mutatták be, a sci-fi rajongók pedig azonnal rákaptak a távoli bolygón lezuhanó asztronauta kalandjaira, ahol a majmok dominálnak, az emberek pedig szolgasorsban élnek. A nagy sikernek meg is lett az eredménye, a következő néhány évben 4 újabb film és 2 sorozat bővítette az univerzumot. A videójátékos formában csak az ezredforduló után bukkantak fel az intelligens majmok, pedig a Fox már 1983-ban ki akarta adni az első Atari címet, de a játékipar összeomlása miatt ez végül nem került forgalomba, és csak néhány kíváncsi gyűjtőnek köszönhető, hogy 20 évvel később rátaláltak az átcímkézett kazettákra. 2001-ben PC-re, PlayStation-re és Game Boy-ra is megjelent a Planet of the Apes, azonban nem az abban az évben debütáló remake-re, hanem az eredeti filmek történetére építkezett, és a játék mellett sem volt túl lenyűgöző, hogy a kritikusok rendre lehúzták. A reboot széria sikerén felbozdulva újra megpróbálkoztak egy adaptációval, a 2017-es filmet kísérő játék azonban nem sikerült túl jól. Egy teljesen lecsupaszított, alig 2 órás interaktív animációs mozit kaptunk, fejtörők, felfedezés vagy bármilyen egyéni játékmenet nélkül. Pedig az új világokban a fajok közti különbségek kihasználásában bizony lenne potenciál. X-akták. Chris Carter kultikus sorozata, már említett franchise-oknál jóval fiatalabb, csak 25 évvel ezelőtt, 1993-ban debütált, és évadról évadra egyre népszerűbbé vált. A sorozat főcímdal egy életre beleégett egy generáció emlékezetébe, a paranormális jelenségek és felismerhetetlen alakok pedig gyerekek millióinak okoztak rémálmokat. Két legendává vált FBI ügynök, Mulder és Scully két különböző oldalról közelítik meg az ügyeket, és míg előbbi hisz a paranormális jelenségekben és a földön kívüliek létezésében, utóbbi kifejezetten szkeptikus a témával kapcsolatban is mindenre tudományos magyarázatot keres. Az Egyesült Államok leghosszabban futó sci-fi sorozata rengeteg díjat zsebelt be 10 évad alatt, amit 2 önálló filmmel is megtámogatott a Fox. Hosszú szünet után David Duchovny és Gillian Anderson 2016-ban egy 6 részes évad erejéig újra magukhoz ragadták a nyomozói jelvényt, majd rajongói nyomásra 2018-ban egy 10 részes szezont is összehoztak, ez azonban nem elégítette ki maradéktalanul a nézők igényeit. Nem sokkal a sorozat debütálása után a Fox egy videójátékot is berendelt, amin aztán 4 évig dolgozott a Hyperball Studios. Az 1998-ban megjelenő point and click kalandjátékban animált karakterek helyett végig videófelvételeket használtak, de mivel a 2 főszereplő színész nagyon elfoglalt volt ebben az időben, a sztori egy 3. ügynök körül forgott. Noha a Mulder, Scully és a többi központi karakter is felbukkan a játékban egy rövid időre. Ezt követte a 2004-es Resistor Serve, ami már a túlélő horrorjátékként próbált szerencsét, azonban hiába kaptak nagyobb szerepet a központi karakterek, akiket egyébként az eredeti színészek szinkronizálnak a játékban, a játék nem lett átütő siker. Chris Carter néhány hónappal ezelőtt bejelentette, hogy már dolgoznak a következő játékon, amiről egyelőre csak annyit tudunk, hogy a narratíva nagyon fontos szerepet kap majd.
Reméljük, hogy a Disney ennek a fejlesztését is árgus szemekkel figyeli, és közbelépnek, ha nem felel meg az elvárásoknak. Alien. Még mindig izzadságtól tacsakosan riadnak fel éjjel azok az Alien rajongók, akiknek álmában a 2013-os Aliens Colonial Marines felbukkan. A több stúdió közös munkájaként készülő játék fejlesztését csak tovább nehezítette, hogy az alkotók nem igazán tudtak megállapodni a játékmenet alappilléreiben. A Sega inkább a Call of Duty játékok irányába vitte volna a játékmenetet, azonban nem tetszett annyira a Gearboxnak. A végeredmény végül kritikán alulira sikeredett, sem tartalmilag, sem technikailag nem hozta nemhogy az elvárhatót, de még a minimumot se igazán. Szerencsére nem kellett sokat várni arra, hogy valaki kiküszörülje a csorbát. 2014 őszén érkezett a Creative Assembly fejlesztette Alien Isolation, ami durva lövöldözés helyett inkább a túlélő horror irányába terelte a játékmenetet. Ellen Ripley lányával a főszerepben az Isolation remekül kapta el a klasszikus filmek hangulatát, az egyedi megoldásoknak köszönhetően pedig olyan félelmetes atmoszférát teremtett, hogy még a legbátrabb játékosok is képesek voltak percekig lapulni egy szekrényben, ha meghallották a közeledő Alien lépteit. A Fox 2018 elején vásárolta fel a Cold Iron Studios, nem sokkal később pedig be is jelentették, hogy a csapat egy AAA-s Alien játékon dolgozik. A kis stúdiónak ez lesz az első játéka, de mivel olyan fejlesztők ülnek az irodában, akik korábban a Bioshock Infinite-en, a Doom-on vagy épp a Borderlands-en dolgoztak, nincs okunk kételkedni bennük. Az minden esetre biztos, hogyha a srácok valóban egy MMO-n dolgoznak, ahogy ezt egy korábbi nyilatkozatban meglebegtették, akkor sokat segít majd a Disney pénzügyi támogatása. Predator. Szerencsétlen Predator, ha lehet, még nehezebb utat járt be. Az 1987-ben debütáló karakter videójátékos fronton elsősorban mobiljátékokban szerepelt, az utóbbi időben pedig a Mortal Kombat X után a Ghost Recon Wildlands egyik játékmódjában bukkant fel. Franchise azonban új lendületet kaphat, ha jól sikerül a szeptemberben érkező Predator mozi. Fox az eredeti rendező mellé egy ütős színészi gárdát is összegerebjézett, így minden esély megvan arra, hogy a ragadozó ismét mainstream karakteré váljon. A Predatort utoljára 2010-ben láthattuk központi szerepben, ekkor debütált ugyanis az utolsó Alien vs. Predator játék, amit a Sniper Elite szériát is jegyző Rebellion fejlesztett. A játékot természetesen azonnal betiltotta a korhatárbesorolást végző szervezet Ausztráliában, amiben nagy szerepet játszott, hogy a Predator képes volt letépni a katonák fejét trófeának. Sajnos a végeredmény messze nem volt tökéletes, és bár voltak kifejezetten egyedi ötletek és megoldások, az összecsapott játék nem nyűgözte le a kritikusokat. Talán egy kasszasiker mozi kitapossa majd az utat a játék adaptációnak, és hamarosan újra tépkedhetjük a gerinceket. De ez persze csak a jéghegy csúcsa, hiszen a felvásárlással rengeteg egyéb franchise is a Disney kezébe került, amelyeket szabadon keresztezhetnek egymással a jövőben. Ti melyik franchise videójátékos adaptációját látnátok szívesen? Egyáltalán örülnétek annak, ha a Disney elkezdene mindenből videójátékot csinálni? Írjátok meg nekünk kommentben. Én Kaci voltam, hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!